Közben a kisképen önök azt láthatják, hogy Tiszalökön kinyílt a börtönajtó, és kilépett rajta Tasnádi Péter, az imént az ügyvédjével már beszélhettünk. Tasnádi Péter, aki 67 éves, és az elmúlt 16 évet, hát kisebb-nagyobb megszakításokkal bent a börtönben töltötte, kint élettársa várja. Nem tudom, hogy ad-e interjút, meglehetősen sok csomaggal érkezett most a börtönajtón ki, de ígéretünk van arra, hogy esetleg jövő héten hétfőn már itt a Mokka stúdiójában beszélhetünk vele. Hamarosan kiderül, hogy a tévéstábok egyébként odaszaladnak. Én is csak annyit látok, amennyit önök. Egyelőre nem tette meg senki. Én biztos odaszaladtam volna egyébként. Lehet, hogy nem engedik őket. Szóval Tasnádi Péter, aki egy vesztegetési ügyben tisztázta magát az elmúlt héten, és ezért lényegében korábban szabadulhatott, mint ahogy elő volt neki írva. 2012-ben eredetileg 7 évet kapott, ehhez képest 3 évvel korábban most 2016-ban kijöhetett a börtönből. A csomagjait valaki pakolja, és feltételezhetően Egerbe indulnak. Az ügyvéd azt mondta, hogy Egerben kíván egyelőre letelepedni, és az egyetlen vágya most az, hogy az egri piacon lángost egyen. Úgyhogy valószínűleg ez sikerülni fog neki, most többen üdvözlik, többen köszöntik. A tévéstábok még mindig nem léptek oda, én ezt nem értem, de hát nyilván van ennek is oka. Tisztelt, szóval Tasnádi Péter kijött, reméljük, hogy meg tudjuk mi hamarabb mi is szólaltatni.